Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok, ez itt a 10, amelyben 10 kérdést teszek föl meghívottamnak, aki ezúttal Harangozó Gábor, az MSZP alelnöke és Európai Parlamenti listájának harmadik helyezettje. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Úgyhogy alapvetően beszéljünk az MSZP európai elkötelezettségéről, európai céljairól, bár még pontosan nem tudjuk, hogy milyen felállásban, hogy lesz ez az egész európai választás, de arról biztos tudunk beszélni, hogy mit akar az MSZP Európában. És hát ön volt is európai parlamenti képviselő már, úgyhogy van fogalma arról, hogy mi az az Európai Unió, mi az az Európai Parlament, egyáltalán mit lehet ott csinálni. Az biztos, hogy ma, mintha az határozná meg a magyar közéletet Európával kapcsolatban, hogy Orbán Viktor milyen módszerrel, milyen retorikával, milyen fegyverekkel, milyen eszközökkel akarja elfoglalni Brüsszelt, térdre kényszeríteni őket, a bürokratákat hogyan küldje a történelem, mármint a brüsszelieket Európa, vagy a történelem szemétdombjára. Szóval, minthogyha ez volna a kérdés, hogy mindenkit kidobni Európában, akinek ma szava van, befolyása van, hangja van, és akkor majd jövünk mi, akarom mondani, én Orbán Viktor, és majd elintézem. Ezzel szemben az MSZP mit tud ajánlani, mi a reménye, mi az ellenajánlata, és mi a realitás, mert ez is kérdés, hogy Orbán Viktor ezt szeretné, de azért valószínűleg ez így nem fog megtörténni. Szóval kezdjük azzal, hogy mit szeretne az MSZP. Hát kezdjük azzal, hogy én személy szerint kifejezetten hiszek az Európai Unióba. Szerintem az Európai Unió egy olyan fantasztikus kezdeményezés, ami tulajdonképpen egy rendkívül nehéz és vészterhes időszakot zárt le, hiszen a múlt században Európa népei egymás ellen harcoltak, és hát nagyon sok áldozattal jártak ezek a harcok, és sikerült elég csúnyán tönkretennünk Európa népeit. És az ezt követő békés időszaknak a kezdetén döntöttek úgy az akkori európai vezetők, hogy ez így nem megy tovább. Hogy ha jó létet akarunk az embereknek teremteni, hogyha azt szeretnénk, hogy Európa erős legyen, és az embereknek egy folyamatosan kiszámítható biztonságot és egy növekvő jólétet akarunk teremteni, akkor ezt nem az alapján lehet megteremteni, hogy egymás ellen, egymástól elvéve próbálunk a saját nemzetünknek többleterőforrásokat biztosítani, hanem hogyha összerakjuk azt, amink van, akkor békét tudunk teremteni, növekedést tudunk teremteni, kiszámíthatóságot tudunk teremteni. És erre az akkor még igencsak utopisztikus gondolatra épült meg Európa intézménye, ami az elmúlt évtizedekben valóban békét és biztonságot tudott teremteni Európa népeinek. És volt is egy közmegegyezés Magyarországon, hát egyrészt egy öröm, hogy beléptünk az Európai Unióba, másrészt egy várakozás, hogy akkor igazán minden értelemben európaiak leszünk, persze anyagilag is, jólétben is, ez részben ugye nem vált be, de valamennyire azért mégis a közeledtünk Európa fejlettebb országaihoz. Mára azonban, mint ezt a közmegegyezést éppen a magyar kormány akarná felrúgni, és egy teljesen más Európát akarna elfogadtatni a többi európai országgal is, de a magyar közvéleménnyel is. Mi lenne ez az Európa? Hogy nézne ez ki? Legalábbis a feltételezései szerint, mert Orbán fejében nem látunk bele. Igen, beszéljünk Orbán Viktorról is, csak még Európáról előtte még annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugyan azzal kezdtem, hogy én nagyon hiszek ebben a projektben, hogyha úgy tetszik, és én kifejezetten szerettem az európai politikában azt is, hogy az Európai Unióban nincs kormány, nincs ellenzék, tehát nincsen meg az európai politikában az a folyamatos kötelező szembenállás, mint ami például egy nemzeti parlamentben van, ilyen az Európai Parlamentben lényegesen kevésbé jellemző, hanem sokkal inkább arról szól, hogy az ott lévő politikusok azzal versenyeznek egymással, hogy ki ismer fel olyan problémákat, amit európai szinten jobban lehet megoldani, és hogyha valaki ezt fölismeri, akkor ehhez kell valamilyen megoldást javasolnia, és ehhez koalíciót teremteni. Tehát állandó szövetségkeresés szövetség, van az Unióban, nem ellenségkeresés. Szövetségkeresés, igen. És hát őszintén szóval én ezt a munkát sokkal jobban szerettem, mint a magyar parlamenti munkát, ahol azért
lényegesen nagyobb szerepe volt a politikai adokkapoknak, mint az ügyek megoldásának, főleg egy kétharmados kormánnyal szemben, hogy egy ellenzéknek nagyon kicsi mozgástere volt. Ezzel szemben az Európai Parlamentben nagyon sok olyan ügyet tudtam magam is kezdeményezni és elérni, ami valóban a magyar emberek érdekét szolgálta, és amivel jobban tudunk élni az Európai Unió által adott lehetőségekkel. De azért azt látni kell, hogy az Európai Uniónak is tovább kell fejlődnie. Hiszen miközben gazdaságilag egyre inkább összefornak Európa országai, és egy jelentős gazdasági blokkot sikerült kialakítani, közben szociális oldalról ugyanez nem történt meg. Tehát ma Európa tulajdonképpen valamilyen szinten bankunióként, pénzügyi unióként, gazdasági unióként sikeresen tud együttműködni, de szociális unió nem nagyon létezik, tehát ez a pillére, ez elindult ugyan, de nem elég erős. Mert ez alapvetően tagállami hatáskör. Ez alapvetően tagállami hatáskör volt, csak ennek az a következménye, hogy Európán belül hiába vannak felzárkóztatási alapok, hiszen ugye az Európai Uniónak van egy ilyen intézménye, amiben az Európai Unió tagállamai befizetnek pénzeket, de ezeket nem egyelően osztják szét különböző feladatok megoldására, hanem a leszakadó, vagy a felzárkózó, inkább úgy mondom, felzárkózó tagállamok több pénzt kapnak azért, hogy gyorsabban tudjanak felzárkózni, de nem sikerült azonos szintre hozni az Európai Unió tagállamait, hiszen miután sok ilyen hatáskör, nemzeti hatáskörben maradt, nagyon különböző módon állnak hozzá a tagállamok, és miközben például azt látjuk, hogy az északi államok, a skandináv államok egy sikeres jóléti modellt tudtak kialakítani, amiben nagyjából egyenlő körülményeket teremtve jólétet és növekedést és kiszámítható biztonságot tudnak teremteni az embereiknek. Ehhez például a kelet-közép-európai tagállamok sokkal kevésbé tudtak fölzárkózni, Magyarország kifejezetten sikertelen ebben. Ezért mi azt szeretnénk, hogy a szociális pillére is legyen erősebb az Európai Unió. Azt szeretnénk, hogyha a bérek tekintetében ne lennének ilyen óriási különbségek. Nem tartjuk azt normálisnak, hogy ugyanazért a munkáért egy német vagy egy svéd munkavállaló lényegesen magasabb fizetést kapjon, mint egy magyar, hiszen ugyanazt a munkát, ugyanazt a szaktudást teszi bele. De adott esetben egy szocialista európai parlamenti képviselő, reméljük lesz ilyen, és más baloldali magyar képviselők, akik akár a szociáldemokrata, akár talán a zöld frakcióban, de másutt is hasonló módon közelítik meg ezt a problémát, hogyan tudnak hatást gyakorolni az Európai Unió döntéshozatalára, akár a parlamentben tudnak ehhez többséget, többségi támogatást szerezni, akár az Európai Bizottságot hogyan lehet rászorítani arra, hogy ezekben az ügyekben próbáljon aktívabb lenni, próbálja a tagállamokat rávenni arra, hogy bérekben, szociális ellátásokban igyekezzenek közelebb húzni, hozni egymáshoz a tagállamokat. Szóval mi a mozgástere egy európai parlamenti képviselőnek, ha ezt akarja elérni? Abszolút van mozgástere, az európai parlamenti képviselőknek joguk van kezdeményezésekkel élni. És hogyha valamilyen kezdeményezéssel él, az meg kell nyerni először a saját frakcióját, és nagyon érdekes az európai döntéshozatali rendszer, hogyha valaki elnyeri a jogosultságát annak, hogy egy hivatalos kezdeményezéssel éljen, tehát ezt úgy hívják ott, hogy jelentéstevő legyen, tehát az ő javaslatát megvitassa az Európai Parlament, ahhoz rögtön valamelyik ellenoldali frakcióból egy társjelentéstevőt fognak mellé rakni, akivel el kell kezdeni kidolgozni azt az adott javaslatot. Azokat, amiket mi meg szeretnénk valósítani, azokat be akarjuk vinni ilyen európai parlamenti kezdeményezésnek, és meg akarjuk győzni a többi frakciót is arról, hogy ez közös európai érdek, hogy ebbe előre haladjunk. És tényleg az, hiszen nézzük meg, pont hogyha az előbb a skandinávokat említettem, hát ők azért is tudnak ennyire sikeresek lenni, mert a társadalmukban nincsenek olyan nagy különbségek. Emiatt van az, hogy sokkal hatékonyabb tud lenni például az a munkavállaló, akit jól megfizetnek, akinek jó állami közszolgáltatások járnak, az adójáért cserébe szolgáltatásokat kap, minőségi ingyenes oktatást, minőségi ingyenes egészségügyet, amitől ő, hogyha
elmegy dolgozni, akkor azt tudja, hogy meg fogják fizetni, hogyha valamilyen betegség éri, akkor meg fogják időben gyógyítani, és nem csak akkor, amikor ez már megfordíthatatlan, mint Magyarországon kerül orvoshoz, és hogy a gyereke olyan oktatásban fog részesülni, amivel ő versenyképes tudáshoz fog hozzájutni. Ez nem csak az adott munkavállalónak az érdeke, nem csak értük küzdünk, hanem ez az európai gazdaságnak az érdeke is, hogy minél magasabb tudással, minél nagyobb hozzáadott értéket előállítani képes munkavállalók legyenek, akik megfizetettek, megbecsültek, ezért hatékonyan jól tudnak dolgozni, de van mellette szabad idejük is, normális jó munkahelyeken dolgoznak. Aztán ott van mellette a zöld fordulat. Nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy a jövőt meg tudjuk őrizni, és ne legyen egy környezeti katasztrófa, ami meggátolja mind a gazdasági növekedést, mind pedig a minőségi emberi életet, ahhoz sok mindenem változtatni kell. De nem mindegy, hogy ezek a változások, ezek kényszerek hatására következnek be, vagy irányított módon csináljuk. Ha a zöld fordulat csak azért következik be, mert egyszerűen már nem lesz mit csinálni, akkor alapvetően a tőke érdekek fogják irányítani, majd akkor a gyárak tulajdonosai fölismerik, hogy nekik valamit változtatni kell, különben a termékük nem lesz piacképes, különben valamilyen szabályok nem teszik lehetővé, hogy azt a terméket tovább gyártsák, hogyha nem csinálják környezeti követelményeknek megfelelő módon. Mi azt akarjuk elérni, hogy például ez a zöld fordulat is úgy menjen végbe, hogy ez is az emberek, a munkavállalók érdekeit tudja szolgálni, hogy ne bezárásra kerüljenek gyárak, hanem legyenek olyan európai források, amivel ezeket át tudjuk alakítani. Mi például azt akarjuk elérni, hogy és ebben most van egy polgári kezdeményezés is, amiben a Magyar Szocialista Párt is aktív szerepet fog a következő hónapokban végezni. Azt akarjuk, hogy azok a milliárdosok, akik sokkal többet tehetnének a közért, azok fizessenek több adót, hogy ezekből az adókból ezeket az átalakulásokat, például a zöld átalakulást úgy tudjuk megfinanszírozni, hogy abból a végén több minőségi munkahely jön létre, több szabadideje legyen az embereknek, és mindemellett a környezeti követelményeknek is megfeleljen. Ehhez pénz kell, ehhez erőforrások kellenek, és mi ezekért akarunk megküzdeni, és ezekhez megvannak a konkrét javaslataink is. Ezekhez az elképzeléseikhez az itthoni politikában, az itthoni ellenzéki pártok közül és majdani remélhető európai parlamenti csoportok közül melyikben talál támogatásra? Szóval kik azok, akik nagyjából hasonlóan gondolkodnak Európáról, világról, ezekről a kérdésekről, mint az MSZP? És kérdezem ezt úgy is, hogy visszautaljak Orbánra, hogy mintha erősödne mégis az a közfelfogás, akár itt, akár Európában, hogy elég volt ebből a közösködő Európából, mindenki inkább a saját nemzete érdekeit képviselje, maradjon ez a közös piac, de az bőven elég, különben mindenkit hagyjanak békén. Igen, de ez alapvetően tulajdonképpen egy népbutítás. Orbán Viktor ezt azért csinálja, mert a saját sikertelenségét próbálja meg ezzel elfedni. A magyar gazdaság az Európai Unióban az egyik legrosszabban teljesítő gazdaság. A korábban azok a tagállamok, akikkel együtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, sokkal nagyobb fejlődésen mentek keresztül, mint mi. Az elmúlt 13 évben Magyarország nem tudott élni a lehetőségekkel. Persze volt fejlődés, és egy darabig ez támogatta Orbán Viktor népszerűségének a növekedését is, de akkor is sokkal lassabb fejlődés volt, mint a szlovákoknál, a cseheknél, a horvátoknál, a románoknál, lengyeleknél. Ezek mind elmentek mellettünk. És Orbán Viktor ezért mindig keres valakit, akit lehet hibáztatni. És most éppen Brüsszelt találta meg, és Brüsszel ellen akar szabadságharcot folytatni, hogy ezzel győzze meg a saját szavazótáborát, hogy ez nem az ő hibája. Szövetségeseket Nyugat és Észak-Európában is, ahol elősödnek ezeknek az úgynevezett identitást forszírozó, vagy hangsúlyozó pártoknak a képviselői, politikusai, az ő népszerűségük, hát ha nem is nagyon, de valamelyest mindenképp emelkedőben van, hát Orbán nyilván túljátsza a dolgot, hogy majd mi győzünk az év végén, mindenhol, ez nem valószínű, de még a jobban szituált Nyugat-Európában is van ennek hangja, erősödő befolyása? Igen, ennek az egésznek van egy alapja.
méghozzá az, hogy tényleg nagyon komoly kihívások érik most az Európai Uniót. Az egész világot, de főleg a, most beszéljünk az Európai Unióról. Ezek a kihívások, ilyen például a bevándorlás kérdése, ilyen a környezetvédelem, vagy a környezeti kihívásoknak a kérdése. Itt van ez a sarkunkban, ez a szörnyű háború. A háborúnak a kérdése, és a szétszakadt társadalmainknak a kérdése. Ezeket, hogyha meg akarjuk oldani, ezeket pont akkor tudjuk hatékonyan megoldani, hogyha Európa ebben összefog, és közös megoldásokat nyújtunk. Hiszen például, hogyha tovább csináljuk azt az adóversenyt, ami az elmúlt évtizedekben zajlott, hogy azzal próbálunk meg versenyképesek lenni, amiben megint Magyarország jár az élen, hogy nem szedünk be a nagyvállalatoktól adót. Hát Magyarország egy adóparadicsomként működik most már. Az egész világon a legalacsonyabb adókat Magyarországon kell fizetni, hiszen statisztikailag csak a másodikak vagyunk, mert Kazaksztánban valamivel magasabbak a társasági adók, mint Magyarországon, de nálunk olyan adókivételek vannak, amivel gyakorlatilag, hogyha egy kicsit mögé nézünk a dolgokat... Kazaksztán egy kicsit alacsonyabban még a miénknél is. Bocsánat, igen, rosszul mondtam. Alacsonyabb adók vannak, de hogyha megnézzük a kivételeket, akkor Magyarországon ugye hivatalosan 9%, de a gyakorlatban 3-4%-ot fizetnek ezek a nagy társaságok, aminek az a következménye, hogy nem tudunk normális oktatást finanszírozni, normális egészségügyet finanszírozni, amivel föléljük a jövőnket, amivel az embereket hozzuk olyan helyzetbe, hogy nem tudnak versenyképesen teljesíteni, nem tudunk tudásgazdaságot építeni, és emiatt szakadunk le. Ha ezeket meg akarjuk haladni, akkor Európa ebben kifejezetten együtt kell, hogy működjön, mert ha mi ebben továbbra is versenyezni fogunk, és nem hangoljuk össze például az adópolitikát, akkor az, aki, tehát hogyha nem egyszerre lépünk, akkor versenyhátrányba kerülünk. Ha összehangoljuk, akkor nem itt fogunk versenyezni, hanem akkor ott kell versenyeznünk, hogy ki tud innovatívabb lenni, ki tud jobb termékeket előállítani, ki tud olyan körülményeket teremteni a saját népének, hogy az a nép, az versenyképesebben nagyobb hozzáadott értékkel és akkor a jobb gazdaságot tudja az a része, építeni. Hogy itthon, az itthoni politikai életben, pártok között az MSZP-nek vannak szövetségesei, akik nagyjából ugyanígy képzelik ezt? Azt hiszem, hogy itt ezekben a kérdésekben nincsenek igazából nagy különbségek az ellenzéki pártok között. Még akár a Jobbikot is beleértve? Én azt hiszem, hogy a legnagyobb különbség az leginkább a hangsúlyon van, hogy abból a palettából, amiről most beszéltem, hova kell leginkább összpontosítani. Ha most végigmehetünk, ha megnézzük mondjuk a Momentumnak a politikáját. A Momentumnak leginkább az a legfontosabb, hogy Magyarország modernizációjához akarnak hozzájárulni. Azt tartják a legfontosabbnak, amiről szoktak is beszélni, hogy ezt a közepes fejlettség csapdáját, ezt meg tudjuk őrizni, amikor is a bérek már vannak olyan magasak, hogy igazából a bérversenyben már nem vagyunk annyira versenyképesek, de a gazdaságunk nem annyira fejlett és nem annyira hatékony, hogy azáltal versenyképesek tudjunk lenni, és ezért szakadunk le folyton. Ők arra szeretnének koncentrálni, hogy tudásgazdaság legyen Magyarországon. Mi ezzel abszolút nagyon egyetértünk, és teljesen partnerként tudunk együttműködni. De mi elsősorban, mi szocialisták, azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy ennek azokat a feltételeit teremtsük meg, amivel az emberek válnak erre alkalmassá, tehát hogy legyen jó államilag fizetett ingyenes egészségügy, és legyen jó államilag fizetett ingyenes oktatás, ami az embereket teszi képessé arra, hogy ennek a tudásgazdaságnak megfeleljenek. Ha ezeket összerakjuk, akkor szerintem abból egy nagyon hatékony és egy abszolút pozitív jóléti kép, vagy egy jóléti vízió alakítható ki Magyarország számára. És ha megnézzük a demokratikus koalíció is, hogy ők mit kínálnak, az is nagyon hasonló ehhez. Ők is egy picit több hangsúlyt fektetnek a piaci működésre, mint mi, mert mi azt gondoljuk, hogy
Például az, hogyha nagyon erős szakszervezetek vannak, és a nagyon erős szakszervezetek folyamatosan meg tudnak küzdeni azért, hogy magasabb bérek legyenek, az ország hatékonyságát növeli, ezt mi erősebbnek, fontosabbnak gondoljuk, mint más pártok, de biztos, hogy ebből ki tudunk alakítani egy olyan közös mátrixot, amivel ezt a jóléti állami víziót, ezt tudjuk képviselni, mind az Európai Unióban, hogy ennek az Európai Uniós feltételei, közös adópolitikája, munkavállalókat érintő szabályozása előrébb lépjen, és legyen egy erőteljesebb szociális Európa is, ami ezt támogatja, mint pedig a hazai megvalósításában is azt hiszem egy erős koalíciót tudnánk alkotni. Most már nagyjából azért megy a kampány, hát meg különben is forra politikai élet van Magyarországon a kegyelmi botrány kirobbanása óta, de miközben találkoznak nyilván emberekkel különböző formában, mennyire köti le őket, mennyire foglalkoztatja őket az, hogy na és akkor európai választások is lesznek, nem csak önkormányzatiak, túl messze van ez tőlük, túlságosan elvonatkoztatott az, hogy Brüsszelben, Strasbourgban mit képviseljenek az európai parlamenti képviselői Magyarországnak, vagy értik, hogy van egy nagyon közvetlen és még közvetlenebbé tehető kapcsolat Európa és Magyarország között. Mennyire, ha nem értik, akkor mennyire lehet nekik elmagyarázni? Mi a tényleges helyzet? Azért kérdezek erre rá, mert igen, nem tudom, hogy az emberek hogy gondolkoznak erről. Az a helyzet, hogy mi most már tényleg hónapok óta kint vagyunk az utcán, különböző akciókkal, volt a Jóléti Magyarország kampányunk, aztán volt ez az Induljunk Közösen kampány, amivel próbáltuk a... Hallom, hogy már 105 ezer aláírás gyűjtött, 100 ezeret akartak, igen, már 105 ezernél tartanak, vagyis az embereket azért ez foglalkoztatja. Igen, valamennyi. Mert szerintem az emberek, igen, értik azt, hogy a szimpatikus, amikor ezekről a dolgokról beszélünk, szeretnének egy ilyen országban élni, de azt is látják, hogy önmagukban az ellenzéki pártok külön-külön nem tudnak olyan erősek lenni, hogy Orbán Viktort le tudják váltani, és ezt meg tudják valósítani. És én azért tartom ezeket a beszélgetéseket fontosnak, mert valóban nem az a lényeg, főleg egy választó számára, hogy nekik ezt egy MSZP, egy DK, vagy egy Momentum, vagy ki fogja ezt hozni, hanem azt, hogy mit akarunk az országgal kezdeni, mit akarunk megvalósítani. És hogyha úgy állunk hozzá, hogy tényleg van egy akár közösen is képviselhető jövőképünk arról, hogy kéne Magyarországnak kinézni, és azt mondjuk, hogy mi azért akarunk összefogni a többiekkel, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és látjuk ebbe mindenkinek a szerepét, az mindenki számára szimpatikus. Szerintem azért is támogatják ilyen sokan ezt a kezdeményezésünket, hogy ebbe fogjunk össze, és valósítsunk meg majd egy ilyen országot együtt. És ami az Európát illeti, mi azt látjuk, hogy a magyar választópolgárok igen elkötelezettek Magyarország Európai Uniós tagsága mellett. Van egy erős európai identitás. Magyarországot inkább a nyugat világában szeretnék látni, mint hogy onnan valahogy kiessünk, vagy kisodródjunk, és félnek is attól, hogy ez be fog következni. Tehát sokan félnek attól, hogy az Orbáni politika, amit látnak, az egyre távolabb visz minket ettől, és el is várják tőlünk, hogy tegyünk valamit azért, hogy Magyarország hajóját rögzítsük a nyugati parthoz, és ne hagyjuk onnan elsodródni, amit most látunk, hogy ennek a veszélye megvan. Eljutottam az utolsó kérdéshez, és az körülbelül az volna, hogy amikor még nem robbant ki ez a kegyelmi botrány, amikor az Orbán kormány még nem látta, hogy hamarosan az elmúlt 14 év legnagyobb politikai és erkölcsi válságába zuhan bele, és hát nem jött ez a Magyar Péter ügy, de a magyar közélet inkább apátiában volt, sem mint felbojdult lett volna. Most viszont általánosan megnőtt az érdeklődés a politika iránt, és van az emberekben várakozás, hogy valamit lehet csinálni, a kormány oldalban meg zavar. Most, hogy ez a helyzet, és senki nem lát tisztán persze, mégis több esélyt lát arra, hogy ezeken a június elején lezajló európai és önkormányzati választásokon az ellenzék és benne az MSZP több eséllyel indulhat, mint ahogy akár 2-3 hónapja gondolták? Azt gondolom, hogy most
valóban megváltozott a politikai helyzet, és egy nagyon komoly esély alakult ki arra, hogy kialakuljon egy olyan politikai kínálat, ami a választó számára erőt tud sugározni, és egy vonzó alternatíva tud lenni az Orbáni világgal szemben. Ez viszont még úgy látom, hogy még azért erőteljesen kialakulóban van. És az, hogy ez a júniusi választásokra mennyire tud beírni, ebben nem merek egy egyértelmű egyenes mondatot mondani, mert ahogy ez kialakul, abban azért még egyelőre én nagyon sok zavart és bizonytalanságot látok. Én nagyon szeretném, hogyha ez össze tudna érni, és az ellenzéki szereplők lényegesen sikeresebbek tudnának lenni, mint az Orbán által kínált alternatíva, mert ez egy újabb lendületet tudna adni ahhoz a folyamathoz, ami most elindult. És én nagyon szurkolok neki, hogy akár az újonnan létrejövő politikai mozgalmak is ehhez hozzá tudjanak adni, hiszen például, ha megnézzük, Magyarországon nincs ma konzervatív politikai kínálat. Hiszen az, amit Orbánék kínálnak, az egy populista, kifejezetten alapvetően... Inkább szélső jobboldali tulajdonképpen. Egy szélső jobboldali kínálat, de egy klasszikus, konzervatív kínálat, ami a Európában jellemzően a magasabban képzett, a gazdaságra, gazdaságpolitikai ügyekre nyitottabb, jobban odafigyelő választókat tudja megszólítani, olyan kínálat ma nincsen egyáltalán. És az nem feltétlenül jó, hogyha egy konzervatív politikát kell kínálnia egy baloldali pártnak, hogy azokat a szavazókat is meg tudja szólítani. Viszont azt hiszem, hogy kell, hogy legyen ilyen kínálat is, hogy azok a szavazók, akik mégiscsak konzervatív beállítottságúak, azoknak is legyen ellenzéki politikai alternatívája is. És én abszolút látom magam előtt azt a politikát, amit ha összerakunk ezekkel a pártokkal, akkor egy sokkal jobb alternatívát tudunk kínálni, mint amit most Orbánék kínálnak, és most tényleg, ha még félretesszük a jogállamiság kérdését, a média kérdését, a demokráciának azokat a problémáit, ami miatt el lehet mondani, hogy nincsenek szabad választások, hogy nagyon nehéz helyzetben van egy ellenzék, hogyha demokratikus választásokon akar nyerni, és pusztán csak azt nézzük, hogy az emberek szempontjából milyen közpolitikai kínálat van, abban is sokkal erősebb és vonzóbb képet tud az ellenzék kialakítani. Én azt hiszem, hogy még egy Fidesz szavazó számára is érthető módon, hogyha az ellenzéki pártok ebben okosan képesek együttműködni. Ez az, ami még nem derült ki, de mi azon vagyunk, hogy az ellenzéki szereplőket összehozzuk, és ezt a közös kínálatot, ezt a közös jövőképet együtt kidolgozva és a választók elé tárva 2026-ra egy nagyon erős ellenzéki alternatívát tudjunk fölállítani, és megszabaduljunk attól, ami szerintem most már tényleg nagyon terhes az ország számára, amit itt az Orbáni rezsim nyújtott. Arangozó Gábornak köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.